Köszöntöm a nézőket, friss napszemlét láthatnak, mutatjuk is a fontosabb témáinkat. Felkészült a térre az önkormányzat, megvásárolták a csúszásgátló anyagot, rendbe tették a gépeket. A szülőszobát és az újszülött osztályt látogathatták meg az érdeklődők a koraszülöttek világnapja alkalmából. Felújították a közvilágítás egy részét Gyergyószárhegyen, biztonságosabb a közlekedés a főúton. Nem éri felkészületlenül az önkormányzatot a tél, ha megérkezik. Jelentős mennyiségű só és homok keveréket szereztek be, és már előkészítették a célgépeket is a hókotrásra. A járdák takarítása idén is a lakosságra hárul. Időben beszerezte az önkormányzat az egész idényre való csúszásgátlót, nem kellene fennakadás legyen a hótalanításban sem. A meglévő gépeket is rendbe tették már. Hála jó Istennek, hogy azt mondhatjuk, hogy fel vagyunk készülve, és szinte megmerem kockáztatni azt mondani, hogy jobban, mint a tavaly. Mert most időben be tudtuk szerelni a csúszásgátló anyagunkat, úgyhogy ezzel megvagyunk, fel vagyunk készülve, bőven van belőle, a gépjeink rendben vannak, úgyhogy jöhet a hó. A szokott módon történik majd a hókotrás, az aszfaltozott utakon azok fontossági sorrendjében avatkoznak be a hókotrók. A megszervezés az úgy van, ugye, hogy a Vitalissima Kft. Megkapta a jogot a takarításra, és akkor idén szezontól november 15-től március 15-ig ő fogja ezt a szolgáltatást végezni. Az önkormányzat gépjeibe erre az időre odaadjuk a gépjeinket, a traktorokat, a ifront is, ami szükségeltetik a melléjáró gépeket, az ekéket, és ő fogja végezni a szolgáltatást. Ez úgy néz ki, hogy 5 centi hó után akkor elindul a beavatkozás. És amit tudni kell, hogy ezt közösen a helyi rendőrséggel próbáljuk jobbá tenni, mint a tavaly, mivel hogy ott állandó szolgálat van, és akkor így könnyebben tudjuk követni a hóréteg vastagságát, mikor milyen idő van, és akkor onnantól indul a beavatkozás. Előbb a havat lepucoljuk, és utána sózzuk, mert ez ilyen sós homok keverik, és egyértelmű, hogy amiután letakarítjuk a havat az útról, akkor megszórjuk, hogy ne bírjon visszafagyni, vagy ha havas eső, vagy bármi, akkor jön a sózásos beavatkozás. Addig pucoljuk az utakot. Hogy a járdák is járhatóak legyenek, az alpolgármester a lakosságot kéri, ne hanyagolják el az ingatlanjuk előtti járdaszakaszt. Ha időben leseprik a havat, sok baleset megelőzhető. A 9 éves leukémiával diagnosztizált gyergyói kisfiú Puskás Emil Dániel kezeléséhez nulla RH pozitív vércsoporttal rendelkező donorokat keresnek. A vért a Marosvásárhelyi Vérközpontnál veszik le, mert trombocitákat kell kivonni a vérből egy speciális módszerrel, amely 45-90 percet vesz igénybe. Bárki lehet donor, aki nulla RH pozitív vércsoporttal rendelkezik, és szeretne hozzájárulni Puskás Emil Dániel gyógyulásához. A gyergyói véradóknak is Marosvásárhelyre kell utazniuk. A szállítást biztosítják, a szándékot jelezni és egyeztetni a 0759-430-013-as telefonszámon lehet. Ilyen vércsoporttal viszonylag kevesen rendelkeznek, egy kisfiú sorsa most ezek jó szándékától függ. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ez alkalomból a Caritas korai nevelő és fejlesztő központja szervezésében a helyi önkormányzat támogatásával a Városi Kórház szülészetére és az újszülött osztályra látogathattak el az érdeklődők, hogy betekintést nyerjenek abba, mi történik a kisbabával a születését követő néhány órában. A koraszülöttek világnapján a koraszülöttség jelenségére hívják fel a figyelmet. A Caritas Gyergyószentmiklósi korai nevelő és fejlesztő központja is programokat szervezett ez alkalomból. Az idei programok egyike a szülőszoba és újszülött osztály látogatás volt a Városi Kórház jóvoltából. Az érdeklődők főként várandós édesanyák a kórház előtt gyülekeztek,
Mindenki kapott egy kis lila színű szívet. A lila színt választották ugyanis, hogy a koraszülöttek napján kifejezze a reményt, hitet, bátorítást. Dr. Fehér Dája Emőke gyerekorvos vezetésével pillanthattak be a résztvevők előbb a szülőszobába, ahol elmondta, mi történik a kisbabával születése után. Majd az újszülött osztályra vonult a társaság, hogy megtudják, hogyan telnek az újszülött első órái. Mikor megmértük, Sofit levesszük, visszatesszük, akkor jön a többi mérése. Hogy megmérjük a fejkörfogatát, megmérjük a hosszát, és mivel újszülöttről van szó, és ők fáznak, betesszük őt a nem mindenki által ismert, de lehet, hogy mindenki által, hát egy kicsit olyan félős nevű inkubátorba. Ha ide beteszik a kezüket, akkor érezhetik, hogy meg így tudjuk őt megvédeni. A doktornő részletesen elmesélte, mi az, amire figyelni kell az újszülött kapcsán, mire számíthatnak a szülők, mikor láthatja gyerekét az édesapa, s mikor kerülhet az anyukával egy szobába a baba. Kitért azokra az esetekre is, amikor a vártnál korábban érkezik meg az újszülött. Igazán felkészülni szerintem egy koraszülésre nem lehet. Senki nem úgy gondolja a terhességet és a születést, a kisbaba várást, hogy hamarabb jön a világra az az újszülött. Telnek a napok, telnek a hónapok, egy adott pillanatban látszik jól a kismamának a hasa. Ha véletlenül megtörténik, bármilyen oknál fogva, valószínűleg nem tudjuk, hogy milyen oknál fogva, hogy a kisbaba hamarabb jönne világra. Az első és legfontosabb teendője az anyukának, hogy azonnal forduljon orvoshoz. Tehát soha ne próbálja otthon meggondolni azt, hogy vajon ez valaminek a jele, inkább jöjjön be, vagy menjen el a nőgyógyászához, ahogy gondolja, és mondják azt, hogy ezek nem koraszülési jelek. Abban a percben, amikor megtörténik, hogy mégiscsak egy koraszülés lesz, ez már attól függően változik, hogy hány hetes koraszülöttről beszélünk. Mindenképpen, ami 37 betöltött terhességi hét előtt történik koraszülés. De nem ugyanaz, hogy egy 27-es, 28-29 hetes kis koraszülöttről, vagy egy 34-35 hetes koraszülöttről beszélünk. Mindig az határozza meg, hogy hogyan sikerül az újszülöttnek, vagy a kis koraszülöttnek alkalmazkodni az élethez. Ha 32 hét alatt születik az a koraszülött, az egyik legfontosabb tényező az lenne, hogy egy olyan helyen szülessen meg, ahol erre felkészült, technikailag, orvosilag, személyzetileg felkészült helyen szülessen, mert ott tudnak rajta hathatósan is azonnal segíteni. Ha később születik meg az az újszülött egy 34 hét vagy az után, akár itt nálunk is, különösebb probléma nélkül, 2,5 kilósan, 2 kilósan, 2,1 kiló változó az arány, nyugodtan alkalmazkodik a jelenlevő helyzethez, és úgy viselkedik 2-3 nap után, mint az összes más újszülött. A szakember azt javasolta a leendő édesanyáknak, ha koraszülés lehetősége áll fenn, bízzák magukat nyugodtan a szülésznőgyógyászra, mert ő tudja eldönteni, hogy mi a legjobb az anyának és a babának az adott helyzetben. Hogy mire készüljenek az édesanyák, ezt tulajdonképpen majd a napok, a hetek mondják meg. Senki nem tudja előre megmondani, hogy mennyire lesz fejlett az újszülött tüdeje, hogy hogyan alkalmazkodik a szüléshez. Vannak különböző rizikótényezők. Nem biztos, hogy érdemes eljeszteni az anyukákat, hogy akkor itt is lehet baj, ott is lehet baj, és végigvenni. Ha egy nagyon kis súlyú újszülöttről beszélünk, ezt ott és akkor majd az aktuális újszülött gyógyász fogja megmondani. Ő tudja elmondani, hogy melyik rész az, amelyik jól működik, és azzal nincsen probléma, és hol lehetnek fennakadások. Ezt mindig ott és akkor majd elmondják az édesanyáknak. A résztvevők kérdéseiket is feltehették a gyermekorvosnak, hogy felkészülve várhassák a nagy napot, amikor világra jön gyermekük.
Sorina Pintea egészségügyi miniszter tegnap elmondta, hogy Romániában egyre nagyobb a cukorbeteg gyerekek száma. Jelenleg több mint 3000 olyan gyereket tartanak számon, akit egyes típusú diabétesszel diagnosztizáltak. Továbbá azt is hozzátette, hogy egy októberben indított program keretén belül 500 gyermek számára elegendő vércukorszint monitorozó készülék vásárlására hagytak jóvá alapokat. Jövőre pedig több mint 3000 gyerek számára elegendő készülékre lesz költségvetés, viszont fontos, hogy a páciensek benyújtsák az igénylést. 2017-ben a romániai lakosság több mint 12%-a szenvedett cukorbetegségben. Felújították a közvilágítás egy részét Gyergyószárhegyen. A főút mentén új korszerű lámpákat szereltek fel, így biztonságosabb a közlekedés este is. Új lámpák világítanak Gyergyószárhegy egyes részein, kicserélték ugyanis a közvilágítás elavult lámpáit. Modern és takarékos lámpákat szereltetett fel az önkormányzat. A közvilágítási készüléket a lámpáknak a kicserélése, takarékos LED égőkre vannak kicserélve, de csak a főút mentén, illetve a megyei út mentén. Idén ennyi pénzt tudtunk rá kiszorítani, ezt a testület által ugye elfogadtattuk, ott volt egy pici módosítás, mi szeretnénk volna egy kicsivel többet még beruházni ezen a részen, de ez nem ment át a testületen, megszavazták, viszont kevesebb lámpát. Ugye voltak, akik azt mondták, hogy nem kell ennyi pénzt rá áldozni. Lényegében 100 000 lejjes beruházásról van szó. Ez a főút mentén és a megyei út mentén levő lámpákat érinti. A községvezető azt mondta, nagy szükség volt már a lámpák cseréjére. Nagyon-nagyon fontos volt, és örvendek, hogy a testület elfogadta, hiszen nagyon balesetveszélyes volt, főleg a főút mente. Nagyon sötét volt az utaknak a széle, és nagyon sok szabálytalan közlekedő van az útszélén, akik biciklivel vagy gyalog közlekednek. Vannak olyanok, akik kénytelenek az útszélén közlekedni, mivel még nincs meg a járda, amelyről majd későbbiek folyamán majd be tudunk számolni, hiszen ott is elindult a beruházás. Tehát nagyon balesetveszélyes volt, és ezért okvetlenül szükség volt rá, és ez meg is valósult. Az új világításnak köszönhetően biztonságosabb a közlekedés a főúton, mind az autósoknak, mind pedig a bicikliseknek és gyalogosoknak. Megbeszélést folytatott Budapesten a román és a magyar belügyminiszter. A találkozón többek között a kétoldalú együttműködésről, valamint az Európai Unió igazságügyi és belügyi tanácsa soron következő üléséről esett szó, tekintve, hogy januártól Románia tölti be az EU tanácsának soros elnöki tisztségét. A Carmen Dán és Pintér Sándor közötti egyeztetés fontos témája volt továbbá a karácsonyi ünnepek előtt várhatóan megnövekvő határforgalom megfelelő kezelése. E tekintetben a magyar belügyminiszter közölte, hogy a 2018. december 15-e és 2019. január 15-e közötti időszakban felfüggesztik a szisztematikus ellenőrzést a Romániával közös határszakaszon, aminek köszönhetően gördülékenyebb lesz majd a határátlépés. Elkezdődött a könyvünnepe Marosvásárhelyen. Az esemény népszerűségét nem csupán a színház előcsarnokában hömpölygő tömeg jelzi, sok erdélyi kiadó erre az időpontra ütemezte új kiadványainak megjelentetését. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gyerekdal nyitotta a 24. Marosvásárhelyi Nemzeti Könyvvásárt, a visszaszámlálás előtt Vörös Sándor világvégi kopárfa megzenésített versével melegítettek a város iskoláiból összesereglett kisdiákok a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előtti téren. A vasárnapig tartó rendezvény Erdély legnagyobb könyves szakmai rendezvényének számít, 41 stand, közel 100 kiadótól több ezer könyvcím várja az érdeklődőket, valamint több mint 100 programot, színházi és báb előadásokat, koncerteket, irodalmi esteket és gyerekprogramokat is kínál a könyvvásár. A színes program ellenére azonban a könyvvásár a nyomtatott betű ünnepe marad. Egy picit elkorcsult a világ, ami a tudás megszerzését illeti. Azt gondoljuk, hogy az internet mindent biztosít számunkra. Az internet tévedhet is egyfelől, másfelől valótlanságot is állíthat. Az az igaz,
amit az ember a saját lelkén átszűr. Ez pedig csak a könyvekből lehet kiolvasni. 4 napig áll tehát a vásár, ahol az erdélyi és magyarországi könyvkiadás legfrissebb köteteit is meg lehet vásárolni. A fiatalabb vásárlókhoz láthatóan a kortárs irodalom áll közelebb. Vettem egy könyvet, egy ilyen kortárs könyvet, Simon Mártont, a Rókák esküvőjét. Az előző vásárokhoz hasonlóan az idei könyvvásár is kiemelten figyel a gyerekekre. Az olvasóvá válás egy hosszú és bonyolult folyamat, amiért elsősorban a szülő és a pedagógus tehet, mondta el Makkai Kinga gyerekprogram felelős. Fontos olyan könyveket ajánlani a gyerekeknek, amelyek vonzóak, mai nyelven írottak és humorosak. Mi segítséget szeretnénk nyújtani a könyvvásár keretén belül, hogy olyan gyerek foglalkozásokatra hívjuk a pedagógusokat csoportosan, az osztályokkal, amelyek esetleg felkelthetik az érdeklődést, a könyvek iránti tiszteletet, szeretetet a gyerekek körében. A könyvvásár mintegy 100 programja a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, és annak különböző termeiben zajlik, de lesznek beszélgetések és előadások más helyszíneken is, például a Marosvásárhelyi Várban, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban és az Erdőszentgyörgyi Rédei Kastélyban is. Elfogadta tegnapi ülésén a kormány a Romániai Magyar Pedagógus Továbbképző Központ létrehozásáról szóló kormányhatározatot. Az új intézmény magyar pedagógusok számára biztosít szakmai fejlődési lehetőséget anyanyelvükön. A következő időszakban további adminisztratív teendők következnek. Ezekről az RMDS időben tájékoztatja a sajtó képviselőit, összegezte Kelemen Hunor, aki köszönetet mondott a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár és az RMDS parlamenti oktatási szakpolitikusai összehangolt munkájának. 8. alkalommal ünnepelték meg a Magyar Szorvány napját Erdélyben. Az idén Segesváron megtartott rendezvényen a szorvány stratégia fő elemét képező oktatás témájában tartottak panelbeszélgetéseket. A Magyar Szorvány napja, de a 2 nappal korábbi Magyar Nyelv napja szellemében is mondott verset Kijén Ilka színművésznő. Magyar nyelv. Vándorutakon kísérő, sértett gőgömben értő. Az ünnepséget a helyi Kikerics néptánc együttes folytatta. Majd Segesvár alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Tóth Tivadar a helyi közösség kihívásairól, de a sikerekről is beszámolt. A szorványét számunkra más életmódot, vagy ha úgy tetszik, más gondolkodásmódot jelent. Ezt hangsúlyozta a beszédében a Maros megyei tanács elnöke is. Mindennek kétszer jobban meg kell tenni. Ezért edzettek, ezért kitartóak, és ezért becsülik meg jobban azt, amit nehéz munkával meg tudnak szerezni. A szorványban élők kihívásaira hívta fel a figyelmet Winkler Gyula EP képviselő, aki maga is a szorványból érkezett. A hazai tanügyi rendszer napi gondjai mellett olyan plusz kihívásokkal is szembe kell nézni, amelyek általánosan is gondot jelentenek az erdélyi magyar tanügyben, de a szorványban hatványozottan veszélyeztetik az anyanyelvű oktatást. Az erdélyi magyarság és a szorvány közösségek megmaradásának egyik fontos feltétele a hatékony érdekérvényesítés. Ehhez szövetségesekre van szükség helyi, megyei és országos szinten, mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Erre azért van szükség, hogy a saját erőnket tudjuk meghosszabbítani, a saját lehetőségeinkhez tudjunk hozzávenni valamit, mert másképpen a döntések meghozatalában mindig kisebbségben maradunk. És ilyen körülmények között az önbecsülésünket is meg kell őrizni, és úgy kell dolgoznunk, úgy kell lennünk, úgy kell meghoznunk a kompromisszumokat, mert minden szövetségkötés és kompromisszum alján, hogy közben közösségi érdekeket tudjuk érvényesíteni. Az RMDS Magyar Szorványnapi ünnepségei híradónkkal egy időben Besztercén záródnak. Thank you.
Nézzük röviden még egyszer a fontosabb híreinket. Felkészült a térre az önkormányzat, megvásárolták a csúszásgátló anyagot, rendbe tették a gépeket. A szülőszobát és az újszülött osztályt látogathatták meg az érdeklődők a koraszülöttek világnapja alkalmából. Felújították a közvilágítás egy részét Gyergyószárhegyen, biztonságosabb a közlekedés a főúton. Eddig a Napszemle az aktuálissal folytatódik, műsorunk, maradjanak velünk, viszontlátásra!